Jogananda, Krisztus második eljövetele. A benned élő Krisztus élővé tétele. Első kötet, tizedik rész. Keresztség a Szent Szellem által, harmadik részlet. Pusztán egyetlen tárgyra irányuló vágy tudatodat csak ahhoz az egyetlen tárgyhoz köti. A minden dolog iránti szeretet, melyek egytől egyig mind Isten kifejeződései, a mindenütt jelen valóságban tartja az ember tudatát. Tehát a Szent Szellem által megkereszteltnek függetlennek kell lennie, csupán a belsőjében levő isteni öröm által élvezheti a jó dolgokat. Először meg kell tanulnia hallani az Aum által, vagy a kozmikus hanggal való érintkezés által. Először is a précepta által megadott meditációs technikával, ahogyan azt az eredeti précepta leckék tanítják, hallja meg a Szent Szellem hangját, amikor minden testi és asztrális hang megszűnik. Aztán mélyebben elmélkedve ezen a hangon, a gurutól tanult magasabb folyamatok révén egyé válhat a hanggal és megérintheti azt. Azután, miután megérintette vagy megérezte, még magasabb módszerek által a spirituális törekvő egyidejűleg megtalálja tudatát, amely egyszerre rezeg a testében és több kontinensen egyaránt. Ahogy egyre mélyebb és hosszabb meditációval halad előre, tudatát egyszerre rezegteti a testében, a földön, a bolygókon, az univerzumokban és az anyag minden részecskéjében. Az intelligens szent rezgés, vagyis az Atya Isten első megnyilvánulása, tehát az Aum vagy Ámen kozmikus hangjaként nyilvánul meg, amely a meditációban hallható. Kozmikus energiaként is megnyilvánul minden anyagban. Minden földi hang és a test hangja, szív, a tüdő, stb. Az Aum kozmikus hangjából származik. Az Aum tartalmazza az emberi fül számára érzékelhető 9 oktáv összes hangját, valamint az összes kozmikus hangot is, akár alacsonyabb vagy magasabb frekvencia, amelyek már nem érzékelhetőek az emberi fül által. Ugyanígy a földi fények minden formája, szénfény, gázfény, elektromos fény, asztrális fény a kozmikus energiából származik. A kozmikus hang kozmikus energiaként nyilvánul meg, és fordítva. Ez a kozmikus hang, mint asztrális hang nyilvánul meg a hárfák, harangok, stb. Hangjában, mikrokozmikus, kozmikus energia, és az ember asztrális testében is asztrális hangokként. Így tehát ez a kozmikus energia létezik, mint az ember asztrál teste, fénylően, visszatükröződve. A précepta tanítás magasabb szintű leckéi megtaníthatnak a gerincvelőből származó asztrális hangok megtalálására és meghallására. A fizikai test nem más, mint sűrített kozmikus energia. Az asztrál test is sűrített kozmikus energia. A fizikai testnek a relativitás törvénye miatt 2 szeme van, pozitív és negatív. Az asztrál testnek csak 1 szeme van, amelyet különbözőképpen neveznek, spirituális szem, az egyetlen szem, a keresztény biblia, a harmadik szem, hindu biblia, a kelet csillaga, a bölcsesség csillaga, a mennyből alászállt galamb, a belső szem, az intuitív szem, síva szeme, a csillag, amelyen keresztül a bölcsek láttak, stb. És szellemi szem, mint galamb. Ez a szellemi szem egy spirituális távcső, amelynek lencséje 3 sugarú. A külső kör aranyszínű, a belső fénylencse kékszínű, és középen egy 5-ágú ezüst csillag van benne 3. sugárként. A mikrokozmikus kozmikus energia mikrokozmikusan nyilvánul meg az emberi testben, mint a sajátosan visszatükröződő életenergia, vagy mint asztrál test. A spirituális vagy asztrális szem az asztrál test szeme. Az asztrális szem az egyénre szabott kozmikus energia az emberi testben. A meditáció során először ki kell vonni az életerőt a testből, és át kell lépni az aranygyűrű által képviselt kozmikus energia kapuit. Aztán bele kell merülni a kék fénybe, amely a Krisztus tudatot képviseli.
Ezt követően át kell hatolni a szellemet képviselő ezüst csillagon a végtelen régiókba. Ez a három, arany, kék és ezüstfény tartalmazza az ultraibolya, az elektronikus és az atomikus sugárzás minden falát, a kozmikus energia sugarait, amelyeken keresztül kell haladni, mielőtt elérhetjük a mennyországot. Az arany glória és a kék központi fény a galamb két szárnyát, a kicsiny ezüst csillag pedig a galamb száját képviseli. A külső aranyfény a szent szellemet, a kozmikus energiát vagy a természetet, a kék a fiút vagy Krisztust, az ezüst csillag pedig az Atyaistent jelképezi. Jézus tehát alámerítkezése során a kozmikus energiát egyrészt testi formában megnyilvánultként látta, másrészt, mint az éterből materializálódottként látta, mint egy távolban néző szellemi asztrális szem, és abból a szellemi szemből, amely a kozmikus energiát képviseli, egy hang vagy intelligencia, a mindent létrehozó kozmikus hang szólalt meg, vagy rezonált érthető hangon, mert minden nyelv a Szent Szellemből származik. Te vagy az én fiam, vagy az én kiáradásom. Örülök, hogy életre keltél, tudatod felemeltetett az anyagból, és behangolódtál a mindenütt jelenlétemhez. Minden anyagi ember tékozló fiú, akik elhagyták a mindenütt jelenlévő Szent Szellem otthonát, és azonosították magukat az emberi test végtelenül kisebb terével. Ez a Szent Szellem a nagy vigasztaló. Az egyetemes, benne tükröződő Isten tudatosság által vezérelve magába foglalja Isten mindent átható üdvösségét. Aki ezzel a Szent Szellemmel vagy Szent Rezgéssel van eltelve, az képes beszélni az emberek, állatok vagy az atomok sugalmazta sokféle nyelven. Mivel minden nyelv a Szent Szellem terméke, amikor az ember hallja, játsza és kiterjeszti az aumot vagy a Szent Szellemből származó kozmikus hangot, akkor képes megérteni vagy kimondani minden nyelvet, nem csak az emberekét, hanem minden állat és minden atom nyelvét is. A Szent Szellem a hinduk aumja, a mohamedánok áminja, a keresztények ámenje, a sokféle víz egyet jelentő hangja, az ige mindig ugyanaz. Az aumot azért hívják szónak, mert a szó kozmikus, intelligens, vibrációs hangot jelent, amely minden hang és nyelv forrása. Ez az intelligens kozmikus rezgés, vagy szó, Isten legelső megnyilvánulása a teremtésben. Pünkösd napján a tanítványok elteltek az öröm új borával, amely az aum érintéséből származik, vagy a vigasztaló szent rezgésből, és különböző nyelveken beszélhettek. Ilyen volt Jézus néhány tapasztalata a Szent Szellem általi megkeresztelkedés után, és ezek lehetnek most a précepta diákok tapasztalatai is, ha tanulmányozzák a précepta leckéket, és nem felejtik el őket, hanem folytatják a gyakorlatokat állandóan és állandóan a való életben évek múltán is.